Ukrán dróntámadás érte a krími Szevasztopolt hétfőre virradóra. Az oroszok közben Kramatorszk és Nikopol ellen indítottak rakétatámadásokat. Miközben a fronton a tavaszi hadjáratra készülnek, a diplomáciai hadjárat is folytatódik. Dmitrij Medvegyev közölte, ha a G7 országok teljes exporttilalmat vezetnek be Oroszországgal szemben, Moszkva kilép a Fekete-tengeri gabonaszállítást lehetővé tevő megállapodásból. Egy bahmuti lakóház pincéjéből irányítják a felderítő drónokat az ukrán fegyveres erők 83. gépesített dandárjának tagjai. A videót kevesebb, mint egy nappal azután tették közzé, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner magánhadsereg tulajdonosa közölte, zsoldosai újabb területeket foglaltak el a Donyeck megyei városban, és kitűzték az orosz zászlót Bahmut központi közigazgatási épületére. Bahmutot vissza lehetne foglalni. Ki tudja, mekkora erőforrásokat kell ide irányítani ahhoz, hogy kiűzzük az ellenséget. Bármelyik ház pincéjében megbújhatnak, hónapokba telne mindet átfésülni, mondja a század parancsnoka, mielőtt emberei új fedezék után néznek. 33! A Donyecki fronton az orosz támadások most Bahmut mellett, Marjinkában és Avdiivkában a leghevesebbek. Az ukránok azt állítják, több orosz támadást visszavertek. Az oroszok rakétákat lőttek ki hétfőre virradóra a Donyecki Kramatorszk és Nyiprói Nikopol városára. Az áldozatok számáról egyelőre nem érkezett jelentés. A moszkvai védelmi minisztérium hétfő reggel közölte, az orosz haditengerészet visszavert egy ukrán dróntámadást, amelyet a krími Szevasztopol ellen intéztek. A Fekete-tengeri kikötőváros komp és hajóforgalmát felfüggesztették. Dmitrij Medvegyev korábbi orosz miniszterelnök közösségi oldalán figyelmeztetett, ha a G7 országok úgy határoznak, hogy megtiltják termékeik Oroszországba irányuló exportját, Moszkva válaszul kilép a Fekete-tengeri gabonakereskedelmet lehetővé tevő nemzetközi megállapodásból. Hétfőn New Yorkba utazik az orosz külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsának ülésére. A tanács soros elnökségét épp Oroszország látja el, így a megbeszéléseken Szergej Lavrov fog elnökölni. Indulás előtt a diplomata tiltakozott amiatt, hogy az eseményről tudósítani szándékozó orosz újságírók vízumkérelmét elutasította az Egyesült Államok. Egy ország, amelyik magát a legerősebbnek, a legokosabbnak és a legszabadabbnak tartja, egyszerűen megijedt a leleplezéstől. Meggyőződésem, hogy nagy ostobaságot követtek el ezzel. Leleplezték magukat, megmutatták, mennyit ér számukra a szólás szabadsága. Mondta Lavrov, majd hozzátette, Moszkva ezt nem bocsátja meg, és megtalálja a módját annak, hogy érdemi választ adjon az amerikaiak lépésére.